Távollétében öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték alapfokon Marko Attila egykori kisebbségügyi államtitkárt a Restitúciós Hatóság Kártérítési Bizottságának volt tagjaként jogtalan kártérítés megítélése vágyával. Marko Attilára korábban felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki a Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatásáért. Sehol a magát jogállamnak nevező világon még eljárás sem indul az enyémhez hasonló esetekben. Ezt írta Marko Attila az erdélyi magyar televízió híradójának küldött e-mailben. A volt RMDSZ-es államtitkárt parlamenti képviselőt azt követően kerestük meg, hogy alapfokon egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A kártérítési bizottság kollektív felelősségének elve alapján több restitúciós ügyben is vádat emeltek ellene, ezért Magyarországon keresett menedéket és kijelentette, nem bízik már a román igazságszolgáltatásban. Az új ítélet kapcsán elmondta: Ha valaki a bizottság tagjai közül elfogadott csúszópénzt, erről neki nincs tudomása, és nem felelhet mások tettéért. A bizottság, mivel nem szakmabeli, a szakemberek által felbecsült és az ellenőr által jóváhagyott összeget ítélte meg, nekünk semmilyen törvényi kötelezettségünk nem volt a szakemberek munkáját cenzúrázni. Tehát azok a bizottsági tagok, akik nem tudtak az ilyen disznóságokról, azok semmilyen bűnt nem követtek el. Én ezért mondtam, hogy a tolvajok feleljenek, de hagyják békén azokat, akik a lopásban nem vettek részt és nem is tudtak róla. Markó Attila híradón kérdéseire küldött válaszában azt is hangsúlyozza, hogy az igazságügyi törvényeket módosító tervezetekről zajló vita hevében senki sem beszél a román igazságszolgáltatás és a román büntetőjog valós és tényleges állapotáról. Ő már egy évvel ezelőtt a letöltendő börtönbüntetésre ítélt Nagy Zsoltnak címzett nyílt levelében a titkos szolgálatnak és a korrupció ellenes ügyészségnek a bírósági eljárásokra gyakorolt befolyásáról és nyomásáról írt, de felhívta a figyelmet a senki által nem korlátozott nemzetbiztonsági lehallgatásokra, a leszámolás céljából megrendelt és gyártott dossziékra, valamint a szérié és a DNA közös akciócsoportjaira is.